Egyéni gazdaságokban dolgozó képzése és a folyamatos innovációja az elengedhetetlenül szükséges. Egyébként, ha a 2600 egyéni gazdálkodó dolgozott főfoglalkozásban, és ez a tervek szerint, illetve az adatok szerint közel 70-80 ezer családtag munkáját is magában foglalja. Tehát azt kell mondanunk, hogy igazából a mezőgazdaság erőteljesen jelen van Hajdú-Bihar megyében, és azért, hogy a mezőgazdasági vállalkozók, a fiatalok megfelelő képzést kapjanak, és erről a képzésről az önkormányzatokon keresztül szeretnénk tájékoztatni a megye lakosságát, vegyenek részt azokban a programokban, amelyeket a megye szakképzési rendszerében működő intézmények folytatnak. Ezért egy megállapodást köztünk a közgyűlés jóváhagyásával, ezt most fogjuk ezt természetesen aláírni, ezt a együttműködési megállapodást, aminek keretében szeretnénk azt elérni, hogy a képzésben résztvevő fiatalok jó része maradjon Hajdú-Bihar megyében. Egyébként ez kapcsolódik nekünk egy EFOT-os projektünkhöz, ami a Maradj Hajdú-Bihar Biharban nevezetű ösztöndíj rendszer kiépítését is magában foglalja. Ezt a következő közgyűlésen, a februári közgyűlésen fogja egyébként a közgyűlés tárgyalni. Ez azt jelenti, hogy közép- és felsőfokoktatásban résztvevő hallgatók számára fogunk egy ösztöndíjrendszert kiírni. Ez összesen jelenleg 25 települést érint, és 560 diákat fogunk tudni ebben az ösztöndíjban részesíteni. A feltételrendszert majd a közgyűlésen fogjuk kidolgozni, nem szeretném azt a mai sajtótájékoztatón előni. Ez egy fél évre 50 ezer forintos támogatást jelent a diákok számára. Négy konzorciumban nem akarom most felsorolni azt a 25 települést, de reményeink szerint egyébként még vannak függőben lévő pályázataink. Szeretnénk a megye többi településén is ezt a programot végigvinni, de ez annak a függvénye, hogy azok az EFOP-os pályázatok, amelyek még nincsenek elbírálva, pozitív döntést kapnak el, de nagyon bízunk benne, hogy nem csak ebben a 25 településen, hanem más településen is elő tudjuk segíteni a gyerekeknek a szakképesítés megszerzésével kapcsolatos oktatási tevékenységét, illetve természetesen azt szeretnénk, hogyha végzettségét megszerezve Hajdú-Bihar megyében kamatoztassa a tudását. Úgyhogy ezért szükségünk van természetesen egy olyan intézményre, aki megfelelő múlttal rendelkezik. Mi valójában ezt egy missziónak tekintjük, mert valójában nekünk nincsen ilyen alapfeladatunk, ilyen jellegű együttműködésben részt venni, de az egyetemi gondolkodást ismerve, ott is a harmadik misszió szerepe ismert, és mi is szeretnénk olyan tevékenységeket folytatni, ami ebbe a kategóriába tartozik. Nyilvánvalóan a gyerekeink ehhez kapcsolódóan karácsony előtt Székelyföldre, Csángóföldre, pontosabban ajándékcsomókat juttattak el, részt vesznek a hóeltakarításban, palagon, tehát csinálunk olyan tevékenységeket, amelyik túlmegy ezen, és úgy gondoljuk, hogy az együttműködés, amit a település önkormányzatokkal felvállalunk ebbe az irányba visz. És mivel a megyei önkormányzat, mint területi önkormányzat a stratégiának megfelelően illeszkedési pontot biztosított számunkra, és valójában ehhez kívánunk mi csatlakozni, és ezért vettük a közgyűlésnek a döntését decemberben jó szívvel, és eleget kívánunk a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, ami valójában arra irányul, hogy egy tehetséggondozó program keretében vesszük fel a hozzánk jelentkező tanulókat, akik a települési önkormányzatok támogató nyilatkozatával érkeznek hozzánk. Ennek a támogató programnak, tehetségfeszülő programnak a legfőbb eleme a kollégiumi elhelyezés. És ez is az egyetemnek köszönhetően, hogy pályázattól függően egy nagyon fontos nagy beruházás folyik az intézményben. Tavaly megtörtént az intézményi kollégiumnak a teljes külső felújítása, energetikai felújítása több mint 120 millió forint értékben, és hasonló értékben most meg folyamatosan egy belső felújítása,
ami egy minőségi változást fog eredményezni, ami azt jelenti, hogy zömében három fős szobák lesznek kialakítva a kollégiumban, ami teljesen egyedülálló a megyében. Tehát úgy gondoljuk, hogy a megye bármelyik településéről a mezőgazdaság iránt érdeklődő elkötelezett tanulót tudunk fogadni, akkor teljesen egyedi, magas szintű körülmények között tudjuk fogadni. Emellett pedig az egyéni életpályukat olyan formában kívánjuk segíteni, egyéni fejlesztő programot kívánunk számukra kialakítani, független attól, milyen alapképzettséggel szinten érkeznek be az intézménybe, és vagy a technikus képzést tudjuk számukra felajánlani kimeneti pontnak, vagy pedig lenne a legtehetségesebbek számára, vagy az érettség után, vagy a technikusi vizsga után pedig az egyetemre való bejutást készítjük elő. És valójában a régi nevén az Agrár Egyetem, mondjuk mai mezőgazdasági élelmiszergyi és környezetgazdálkodási karnak nevezzük, és ugye egy a 14 kar közül, nagyságát tekintve a legnagyobb az egyetemi karok között. Szintén partneri együttműködésben vagyunk velük, és a pallagi diákok neve jól cseng az egyetem berkein belül, és várják a tanulóinkat. Mindenképpen az a célunk, hogy végzettség és képzettség nélkül ne kerüljünk ki az intézményeink fala közül senki sem. Tehát a szakképzés felerősödésével mi mindenképpen ehhez kívánunk csatlakozni, és hát ennek a felvételi rendszer olyan, akik technikus képzésben vesznek részt, és ezeket a tanulókat, akiket ide kívánunk, vagy ide várunk, ilyen képzésben fognak részt venni. Az pluszpontokat jelent a felvételi egyetemre való bejutásban. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez mind a településeknek, mind a hozzánk jelentkezőknek, mind az intézménynek, a megyének és a városnak, mint alapító intézménynek mindenképpen előnyére fog szolgálni.